Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Pulai Szilvit, edzőt és a Fittanya online klub vezetőjét. Szia Szilvi, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, szia. Ugye nem titok, hogy mi már azért régóta tervezzük ezt a beszélgetést. Szerencsére ez egy olyan téma, amiről mindig lehet beszélni, és mindig nagyon fontos és hasznos. A mindennapos mozgásról lesz szó, a futásról, az erősítésről, és igazából arról, hogy te pontosan mit csinálsz, és hogyan segíted így a mozgás tekintetében az embereket. Úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy miért fontos, hogy rendszeresen mozogjunk? Hát igazából nekem ebből így rögtön az a gondolat jön ebből a kérdésből, hogy mozogni születtünk, csak ezt már nagyon sokan elfelejtettük így az inaktív életmód, meg a sok-sok-sok-sok külő munka, meg online munka miatt. Viszont pontosan ezért is kiemelten fontos most, hogy akár külön időt szálljunk rá, vagy beépítsük a mozgást az életünkbe, akár azzal, hogy autó helyett biciklivel járunk, vagy a lift helyett a lépcsőt használjuk. Hát sorolhatnám, hogy mennyi pozitív hatása van a rendszeres testmozgásnak, de kiemelném a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, a cukorbetegségek megelőzését, a csontritkulás megelőzését, az immunrendszerre gyakorolt pozitív hatását, az agyunkra gyakorolt pozitív hatását, szóval tényleg kismillió érv van a rendszeres mozgás mellett, nem eltekintve attól, hogy pszichésen is sokkal jobban érezzük magunkat, hogyha aktívak vagyunk. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor igazából a külső és belső hatása is van annak, hogyha rendszeresen mozgunk, és hát nagyon sok betegség akkor megelőzhető, jól értem? Igen, megelőzhető is, meg karbantartható is. Például a cukorbetegség az tipikusan ilyen, de a daganatos megbetegedések is meg lehet vele előzni, vagy legalábbis csökkenteni a rizikót. Te milyen mozgásformát űzöl és ajánlasz? Hát a futást mindenképpen. Nagyon-nagyon szeretek futni. Hobbifutó vagyok, ami azt jelenti nálam, hogy olyan heti 4-szer azért biztosan elmegyek futni, futócipőt húzok, és emellett a saját testsúlyos erősítő gyakorlatokra esküszöm, amiket jóformán bárhol meg tudok csinálni, nincsen nagyon helyhez kötve, egy kis kreativitás szükséges maximum hozzá, meg hát ugye nekem könnyű, mert én edző vagyok, úgyhogy ki tudom találni a gyakorlatokat is. Nekem ez a két fő csapásom, de a hétköznapokban is mondhatni, hogy aktív vagyok. Lehet valami konkrétumot mondani azzal kapcsolatban, hogy mi az az időtartam, amennyit kellene minden nap esetleg mozogni, be tudjuk valahogy határolni, vagy mindenkinél más, vagy ez hogy néz ki? Igen, nehéz egy konkrétumot mondani, de minek után abból indulunk ki, hogy elég sokat ülünk. Tehát, hogyha mindig mindenki egész nap jönne, menne, mozogna, akkor nem is biztos, hogy kéne olyan sok dedikált időt adni a testedzésre konkrétan. Viszont egyébként azt mondanám, hogyha heti mondjuk háromszor valaki már eljut mondjuk egy 60 perces edzésre, vagy elmegy futni, az már egy nagyon-nagyon jó dolog lenne. Hogyan kezdjünk futni? Mit tudsz javasolni azoknak, akik még csak így barátkoznak a gondolattal? Én azt tapasztalom, és magamon is azt láttam, hogy először picibe elkezdem, és mindig többet és többet tudok, és hogy már nem is igazából a táv visz, hogy mindenképpen minél többet, hanem úgy magamtól jön, és egy elképesztően pozitív érzést tud adni, de te hogy tapasztalod ezt? Ezt tök jól csinálod egyébként, én a fokozatosságra szoktam felhívni. Itt is a figyelmet, mint hogy egyébként nagyon-nagyon sok dologban ne roncsunk ajtóstól a házban, mert nagyon gyakori az, hogy kitör a tavasz, az emberek futócipőt húznak, nagyon belelkesednek, csak aztán egy olyan elvárást támasztanak, mint távban, mint tempóban maguk felé, amit nem tudnak tartani, és vagy lesérülnek, vagy egyszerűen elmegy a kedvük, mert kifulladnak egy perc után. Én azt szoktam mondani, hogy úgy érdemes kezdeni, hogy futás és illetve kocogás és séta kombinációval. Mondok egy példát, mondjuk 20 percen keresztül 2 percig sétálj, 1 percig kocogj. Második alkalomra meg már lehet emelni a kocogásoknak az időtartamát, és arányosan csökkenteni a sétáknak, és így szépen, és természetesen az összidőtartamot is lehet majd növelgetni. Lesz Újpesten megint félmaraton, ami azért egy nagyobb táv. Te már túl vagy ilyen félmaratoni távokon, igen, ugye? Igen. Hogy hogyan lehet erre felkészülni, vagy mi az a minimum futási tapasztalat, amivel neki lehet vágni egy ilyen nagyobb távnak? Hát azt gondolom, hogyha van egy jól felépített futóedzés terv, az a biztos. Aki még életében nem futott semennyit, az ne nagyon induljon el, vagy aki maximum ilyen 5 kilométereket tud lefutni, de aki egyébként már le tud futni mondjuk
úgymond csak magától egyedül, amikor elmegy futni egy ilyen 16-17 kilométert, az már majdnem biztos, hogy ott a versenyen ugye eléggé motivált lesz, ugye a versenyhevébe le fog még tudni futni még azt a plusz 5 kilométert. Szóval, hogy azért kell egy alapálló képesség ehhez már, de amint mondtam, hogyha van egy edzésterv, akkor az nagyon fokozatosan felépíti. Nyilván ehhez időben el kell kezdeni, tehát hogyha már időben kitalálja, hogy indulni fog ezen a versenyen, akkor szépen fel tud rá készülni. Említetted az erősítés fontosságát is, erről egy picit bővebben még mesélj nekünk, hogy hogyan lehet, mit akar ez és miért fontos. És a futásban is segít, hogyha jól tudom. Igen. Hát ugye a látszatcsal sokan azt gondolják, hogy hát a futásban csak a lábainkat használjuk, meg maximum a farizmokat. Valóban nagyon kellenek a láb és a farizmok, például a talajtól való elrugaszkodásban, a tolási szakaszban, de hát az egész testünk részt vesz benne, tehát nem csak koordináltnak kell lennünk, hanem nem árt, hogyha a törzsizmaink is kellően erősek például, és minél erősebbek mondjuk a farizmok, vagy minél koordináltabb a test, annál jobb futótempót fogunk tudni majd elérni. Úgyhogy a törzsizmok erősítése megint csak fontos, tehát ott megint lényeges, hogy ne csak futással edzünk a futásokra, hanem legyen egy jó alapunk, amire támaszkodhatunk. Így az online edzésekkel kapcsolatban akkor meg kell kérdeznem, hogy ilyesmi gyakorlatokat is tudsz mutatni, gondolom az érdeklődőknek, hogy mi az, amivel egy kicsivel jobban tudják ezeket az erősítő folyamatokat végezni. Igen, abszolút. Tehát a funkcionális saját testsúlyos erősítések, ezek nagyon-nagyon jók arra, hogy a futóedzések mellett megtámogassuk még a testünket. És hogy néznek ki ezek az órák, kurzusok, hogyha lehet róla valamit mondani? Mert én, hogyha jól tudom, akkor nem csak gyakorlatokat, hanem ilyen egyéb tippeket is, mindennapi tippeket is adsz azzal kapcsolatban, mondjuk életmóddal, táplálkozással, hogy hogyan tudunk kicsit jobbak lenni. Uh-huh. Igen, hát az én klubom, az én online edzés és életmód klubom az elsősorban édesanyáknak szól. Olyan édesanyáknak, akik azért nem most jöttek ki, úgymond a szülőszobáról, most nyilván ez egy túlzás volt, de hogy akik már rég túl vannak a regeneráló tornákon, akik már egy icipicit edzésben vannak, és már arra vágynak tényleg, hogy formálódjanak, hogy izzadjanak, és ez a havi klubtagsággal kapnak bővülő edzésvideótára, dietetikai segítséget, illetve hát nem tudok life és sportcoachként a lélekkel nem foglalkozni, úgyhogy ebben is adunk iránymutatást, illetve nagyon jó fejközösségünk van. És akkor azt tapasztalod, hogy most már egyre többen jelentkeznek az anyukák, tehát szerencsére ők is elkezdenek, hogy van rá lehetőségük arra, hogy kicsit így magukkal tudjanak foglalkozni ilyen téren. Igen, én azt gondolom, hogy ma ez már szerencsére kezd divatba jönni, hogy tényleg az anyuka ne nagy időzében ne csak a gyerekkel legyen, hanem hogy ki tudjon szakadni, mert egyrészt testileg is nagyon fontos, hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy fáj a hátuk, vagy folyton fáradtak. Hát igen, valóban folyton fáradt egy édesanyja, ezt én is tapasztalom, viszont egész más az a fáradtság, ami akár csak egy negyed órás testmozgástól van, mint az a mentális fáradtság, ugye a folyamatos mondjuk mókuskerék miatt, amiben vagyunk. Szóval így itt kihangsúlyoznám a pszichés részét az édesanyák mozgásában. Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy eljöttél hozzám és beszélgettünk, és hát további sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen.